automatizáljuk a release-t. Szintén, nem szintén, hülyeséget kezdtem el mondani, de végül is megpróbáljuk. Belörnölem. Belörnölném valamire, mondjuk erre, és akkor az így fog kinézni. Szóval a szűrő aztán lehúzza, de a release megvan. Ezt elszúrtam, undo. Jó, akkor így kezdjük. Ez egy akkora Cubase bug, hogy ilyet a föld nem látott még. Na, szóval, hát itt most igen van egy kis probléma. A hangszerünk valamelyik elment világgá. Méghozzá ez. Na, bocsánat, elnézést kérek, hangos is volt, meg mit tudom én. Ezt akkor csinálja egyébként, hogyha a rögtön egyes után, tehát egyes után, rögtön indítás után rekordot nyomok, és bah, káosz. Tehát. Ez egyébként az SX3 óta létezik. Nem nagyon akarják kijavítani. Ezért inkább így indítok. Tak, tak, tak. Jó, megint itt kavarodás volt. Az is lehet, hogy itt bekerült valami, de nekem. Hát ez nagyon jó. Undo. Undo. Jó. Ez elképesztő. Na. Na most, gyerekek, ez mi a keserves figyfene? Valami. Aha, hogy ez a hangszer kivonatlan. Értem. Jó. Van még itt valaki? Elnézést kérek. Na nézzük csak. Hú, anyám. Ez nagyon komoly. Itt még van. Ez is ki van. Ez is ki van idegileg. Hát, basszus. Na. Tehát. Ez nagy nehezen megtörtént. Vonalsom mindig elég tompika. Röviden ennyi. Egyébként ez egy sokkal nehezebb műfaj, mint a dance vonal. Tulajdonképpen ezt nagyon-nagyon hangszerelni nem kell. Ének, csodálatos hangszín, és már is kész a sláger.
egyébként még annyi, hogy erre a hangszerre lehet egy ilyen trigger előtt tenni, ami teljesen free cucc. Hallgassuk meg. Ez egy plugin, ami tulajdonképpen a hangerőt megszaggatja. Timbaland kedvenc plugin-ja. Röviden, hát már amennyire lehetett, ezt röviden. Ennyi, ez tulajdonképpen egy ilyesfajta stílus volt. Igyekszem hasonlókat még csinálni. Elég nehéz rövid időn belül improvizálni ezt a műfajt, de hát azért igyekszem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. További szép napot, estét, vagy délutánt, vagy éppen ami érkezik. Sziasztok!